Az utolsó énekünk pedig a 42. Zsoltár átiratai népdal Zsoltár, ahogy vágyik a gimszarvas forrás hűs vizére. Áldás békesség, testvérek! Isten hozott mindenkit nagy orba. Hála van a szívünkbe, hogy gyönyörű, szép Rubi kastély varázslatos kertjében adhatunk otthon ennek a szabadtéri Isten tiszteletnek. És nem csak Vámos Orosziba tudnak imádkozni, hanem nagy orba is. Megköszönjük a jó Istennek, hogy ilyen szép idő lett ezen a mai napon is. Igaz, nekünk könnyebb dolgunk van, mert Esperes úr megprófétálta tegnap, hogy jó idő lesz, sütni fog a nap. Isten áldása legyen ezen a mai alkalmunkon is. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene bennünket a jelen való bűnös világból, ami Istenünknek, Atyánknak akarata szerint. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 151-es számú dicséretünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Folytassuk Istenünk dicséretét a 164-es énekünk mindhárom versével. 164-es dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Segítségünk és evangelizációi együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Édesatyánk, alázattal csendesedünk el előtted, és köszönjük ebben a lassan csendesen nyári estébe hanyatló órában a te közelségedet, a te jelenlétedet, a te csodákat tevő szeretetedet. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, teremtő hatalmadnál fogva parancsoltál a fellegeknek, parancsoltál a széljárásnak, és a te végtelen szeretetednek gazdagságából nem csak mennyei szereteted ragyog rejánk ebben az imádságos csendben, de ránk ragyog a napfénye, világossága is, ami lehetővé teszi számunkra is az összegyűlt testvérek számára a csendes imádság lehetőségét, elhozza a drága percet megszólítni téged. Azért gyűltünk össze és jövünk kegyelmedből nap mint nap találkozni és imádkozni,
mert hiszünk a te ajándékozó szeretetedben. Hiszünk a te ajándékozó erődben, és szeretetre hangolod, és a közös forráshoz elvezeted ezt a népet. Köszönjük, hogy a mai igéből is hangzik majd, hogy a te szereteted nyilvánvalóvá lett előttünk, és szüntelen nyilvánvaló számunkra, akik sokszor nem érdemeljük ezt a szeretetet, akiknek oly sokszor van titkolni valójuk, rejtegetni valójuk, akik még olyan sokszor nem beszéltünk arról, amit el kellett volna mondjunk a megnyíló szeretetnek közelségében, jelenlétében. De köszönjük a Szent Lélek erejét, amellyel minden nap megajándékoztál és megajándékozol, és ma csendesen, halkan magunkban tudunk szólni arról, amellyel tartozunk, amiről még nem beszéltünk előtte, jó Úrunk. És ebben a meghitt, csendes, bizalmas együttlétben történnek csodák. Nem csak a napfény ragyog rejánk, nem csak a fellegek távolodnak tőlünk, hanem a te végtelen szeretetednek gazdagságában áldásod sorozata is átölel. És hiszük, hogy úgy tudunk figyelni a te ígédre, hogy a nyilvánvaló szeretetnek közelségét, nagyságát, hozzánk irgalmas voltát meg tudjuk ezután mindig köszönni. Vele tudunk tovább menni, soha nem felejtjük el. Áld meg így együttlétünket Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Istenek szent igéje, amely által keresi az Úr a mi szívünket ebben az evangelizációs órában. Írva található János apostol közönséges első levele 4. részében, a 9. és 10. versekben, helyeteken maradva, alázattal, figyelemmel hallgassátok. Azáltal lett nyilvánvalóvá Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő szent fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ez Isten írott szent igéje. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Áldott legyen a jó Istennek szent neve e mai találkozásért. Sokszor éreztük a történelem során, hogy volt olyan időszak népünk életében, amikor valami elfogyott. Elfogyott az otthonainkból, a templomainkból, a gyülekezetekből, a családok közösségéből, a párkapcsolatokból, és elfogyott személyesen az életünkből, a lelkünkből, a szívünkből, az értelem és az érzelem világából. Valami elfogyott, és úgy éreztük, hogy nagyon szegények vagyunk. Volt az életünknek olyan pillanata is, Vas Albert, nagyra becsült költő szavai és bizonyságtétele szerint is, amikor elfogyott annyira a hitünk és a reménységünk a történelem sodrásában és nehéz éveiben, esztendeiben, amikor úgy éreztük, hogy mintha nem lenne Istenünk. Sőt, jutott odáig ez a nép, amikor darabokra hult, amikor családokat választottak el egymástól kegyetlenül, rokonokat a járások mentén, amikor 5 darabra hult az ország, és 1000 sebből vérzett nemzetünk. Szegény nagyapám is úgy beszélt róla, amikor visszaemlékezett rá, kisfiam. Úgy éreztük, hogy akkor még a jó Isten szeretete is elhagyott. Vas Albert egyik versében így szól erről az elhagyott vagy elvesztett,
vagy rossz helyen keresett szeretetről, Isten és emberi viszonyulásról. Elmegyünk, messze útra megyünk, messzi út porából köpönyeget veszünk. Nem egy száz, nem kétszáz, sok száz éves nóta. Így dalolják magyar honban, talán Mohács óta. Véreim, véreim, országútak népe, sok száz éves nagypénteknek soha nem lesz vége. Egyik napon Tamás vagyunk, másik napon Júdás vagyunk. Kakasszónál Péter vagyunk, átokverte, szerencsétlen, nagypéntekes nemzet vagyunk. Golgotáról Golgotára hurcoljuk a keresztfákat, mindig kettőt, sose hármat. Egyet felállítunk jobbról, egyet felállítunk balról, amiként a világ halad. Egyszer jobbról, egyszer balról. Fölhúzzuk rá a latrokat, kurucokat, labancokat, közülük a legjobbakat, mindig csak a legjobbakat. Majd ahogy az idő telik, mint ki dolgát jól végezte nagypéntektől nagypéntekig, térdelünk a kereszt alatt. Húsvéti csodára lesve. Egyszer a jobb szélső alatt, másszor a bal szélső alatt, éppen csak, hogy a középső, az igazi, üres marad. Nincsen is keresztfánk közül. Nem térdel ott senki. Senki. Ami magyar nagypéntekünk évszázadok sora óta, ezért nem tud húsvét lenni. És bármennyire is fáj és seveket szakaszt fel a költői szó, én ma megcáfolom Vasalbert szavát, és amikor végig hordozom rajtatok a tekintetem, megköszönlek benneteket a jó Istennek. És azt mondom, hogy igen, ez a nép immár egy bizonyos ideje jó helyen jár, jó úton jár. És ennek a népnek már nem csak Golgotája van, de van keresztfája, de immár nem a sajátja, nem az a rettenetes és nem az a kibírhatatlan, hanem immár jó helyen térdepel a nép. És együtt lélekben ma úgy ölelkezünk össze a Golgotán, a Krisztus keresztje előtt, mint aki felé kibontakozik a Jóisten szánalma. Mint akihoz lehajol az Úr Jézus Krisztus írgalma. És ott, a kereszt tövében, a Krisztus érettünk elmondott fohászában benne van mindaz a mennyei ajándék, amely által a keresztelő térdeplő, vagy az otthon imádkozó, bizalommal Istenhez forduló, Krisztust megszólító, magyar népen fiát vagy leányát, szeretetével ajándékozza meg az Isten. Hát ezért jöttünk, hogy elmondjuk, hogy nem hiába imádkozunk végre. Azért vagyunk itt, hogy átéljük és átérezzük, hogy amikor lélekben egymás kezét fogva, egy szívvel és egy lélekkel szólítjuk meg a világ megváltó Istenét, Jézust, akkor ma mi abban a csodában részesedünk, hogy szeretetre hangolódunk végre. Nincs, ami elválasszon, nincs, ami választó falakat építsen, csak egyetlen egy szelíd isteni hatalom van és erő, aki lebont minden választó falat közted és köztem, köztünk s az Úr között, és immár járható az út. Hidakat építünk, ahogy mondtam, az első istentiszteleten egymás szíve között, ez az evangelizáció. De akkor lesz szent és teljes, hogyha azon a hídon maga Jézus jár. Jézus jár két szív között, férj és feleség szíve között, időszülő és rohanó gyermek között, testvér és testvér között, felekezetre való tekintet nélkül a nemzet fiai és
leányai között a Jézus jár. Szeretetre hangolódva azt jelenti, hogy találkozunk. Szeretetre hangolódni azt jelenti, hogy ebből a találkozásból ajándékot kapunk, és a szeretetre hangolódott gyülekezet további útja és jövendője éppen abban fog kibontakozni, hogy ezt a csodálatos dallamot, a szeretet nagyszerű szimfóniáját, a szeretet himnuszának drága üzenetét úgy visszük tovább, amely által csodák történnek még. És olyan szíveket és lelkeket érintünk meg, akik ma még nem akartak hallani sem arról, hogy eljöjjenek. Akiknek még idegen ez a név, Jézus. De hiszük, hogy a ti szerető szolgálatotok által lesz igazán kedvessé és mássá. Miért? Mert abban a csodában van részetek, testvéreim, hogy mi mind idejöttünk, s az Úr Jézussal való találkozásunknak lelki és testi állapotában, szívünknek tartalmával együtt, én is, valahol bűnösök vagyunk. Olyanok vagyunk, mint az az ember, aki sok lélektől gyötrettetik, és démon uralja a szívét, és egy temetőben láncolja magát, vagy fölvágja az erejét a Biblia tanítása szerint. Nem bír magával. Rettenetes, kibírhatatlan mellette az élet. Jézussal találkozik. És megváltozik. És ott akar maradni az Úrral, és azt mondja, Uram, követlek téged bárhova mégy. És az Úr Jézus azt mondja neki, eredj haza. Eredj haza a tieidhez. És mutasd meg a csodát, amit végbe vitt rajtad és veled az Isten. Ezt jelenti ma szeretetre hangolódni, ezt jelenti ma Jézussal ezen a helyen találkozni. Meg tudom mutatni a csodát, amit művelt velem az Úr Isten, amit művel az életemben Jézus. Sorold csak fel azt, amikor nem ő cselekedett benned valamit. Beszélj egy kicsit halkan önmagadban Jézus előtt arról, amikor a sátán változtatta meg az arcodat, a szavaidat, az érzelmeidet, a viszonyulásodat. Amikor káros szenvedélyek rabja voltál, amikor nem nézted a családodat, a gyermekedet, a síró társat, vagy az érted titokban imádkozó édesanyát. Mit művel velünk sokszor az indulat, és mennyire más az ember, amikor elmondja, milyen drága dolgot művel velem az Isten. A nagy változás akkor jött a tanítványok életében, a Bibliában, amikor az Úr Jézus hívó szavát megértették, meghallották és engedelmeskedtek néki. János nem tudott nemet mondani. Egész élete és szolgálata arról beszélt, hogy számára egyetlen egy valami van, ami fontos, Jézus személyesen. És egy olyan csodálatos szeretet konszolidálódott köztük a jánosi szívben és lélekben, hogy ott, ahol előítéletekkel, vagy félelmekkel, vagy kétségekkel volt teli a többi tanítvány szíve az utolsó vacsorán, ez a János a Jézus szívére hajtja a fejét. Ez a János ott, ahol borzalomról beszél a világ, s a mester is azt mondja, szenvedni kell, s majd meghal. Ő ott is a vigasztalás szándékával, az empátia gazdagságával, az Isten szívére hajtja a fejét, hogy elmondja azt, hogy belesugja a Krisztus szívébe, rám, Uram, az én szeretetemre, az én ragaszkodásomra mindig számíthatsz. És egyedül ő volt ott, a kereszt tövében csendesen imádkozva, Máriával. Raffaello de Santi egy híres olasz festő, aki az inkognitó portrét vezette be a festészetbe, és az ő életében nagyon nagy
szerepet töltött be Szűz Mária szerepe személye. Egy bizonyos pillanatig. Ugyanis ez a festő 10 éves korában árva maradt. A nagynénje nevelte katolikus hitben, hisz akkor még nem volt reformáció. A lényeg az, hogy azt tanította ennek az édesanyai szeretetre éhes kisfiúnak, hogy a te édesanyád a mennyben van, de Szűz Mária az a helyettes édesanya, az a mennyei anya, aki az ő jelenlétével vigyáz, irányít téged, és érted szüntelenül közben jár. És ezt érezte és tudta mindaddig, amíg meg nem festette a karácsony szentesti képet. De ott valami történt. Az inkognitó portré bevezetésével az egyik pásztornak az arcába ez a festő a saját arcát festette, és ahogy ott áll a betlehemi jászolbölcső előtt, már nem azt festi a vászonra, hogy a Szűz Mária arcáról sugárzó fény megtalálja őt is, amivel sokszor játszott-e gondolattal se kifejezéssel és festette meg, először életében megfesti a lényeget. Először megfesti azt, amiért imádkoztam, hogy ma átéljétek itt személyesen ezt az élményt. Hogyha ma magatok elé képzelitek a betlehemi történetet, akkor éljétek át azt, amit a festő ott, amikor festette a képet. Nem a Mária fényét sóvárogja immár. Felnőtt férfiként határozott gondolkodással és tervekkel neki többre van szüksége. Neki a megváltó hatalmára és erejére van szüksége. És úgy festi meg ezt a festőt Raffaello, hogy a gyermek arcáról sugárzott fény találja meg az ő fáradt arcát. Érzed, hogy most valahol ott botorkál egy fénycsóva előtted, lassan megérint, és a befelé csorgó könnyeket is letörli. A titokban elmondott sóhajokat megváltoztatja. A félelmeidet, a fájdalmaidat, a csalódásaidat, és a szemed ragyogásába már nem a kiábrándult ember titkolt könnyeit festi meg, hanem a szemed ragyogásában ott van a Jézus fénye és világossága. Ez az a szeretet, ez az a csodálatos fény és erő, testvéreim, ami bennünket ma itt határtalanul rá tud hangolni egy közös szeretetre, ugyanarra a szeretetre. Szeretetünk forrása ő, Jézus. És olyan nagyszerű élmény az életünkben, amikor érezzük és tudjuk, hogyha nem is csak festményeket csodálunk, hanem a Bibliát olvassuk, vagy talán imádkozunk, vagy csak egy zsoltárt énekelünk munka közben, vagy éppen autót vezetve is egy szép dicséretet. A lényeg az, hogy minden ilyen kedves üzenetsorban és történésben egy valami lesz nyilvánvalóvá a 21. századi ember számára. Hogy az Istennek mindig megvannak az eszközei ahhoz, hogy utolérjenek. A jó Istennek ma is megvannak az eszközei arra, hogy az ő fénye rád ragyogjon. Hogy érezd egy adott pillanatában az életednek, hogy megtalált. És ebből a találkozásból nem csak egy emlék marad, és azt mondod, hogy 2020. július valamelyik napján ott a hét derekán volt egy üdes gondolatsor, ami megérintette a szívemet, de aztán elmúlt a melegség, az érzés, a dobbanás, a különös feszélyezettség. Nincs tovább. Hanem éppenséggel azt jelenti, hogy az Isten mai eszköze, egy csodálatos alkalom lehetősége számatokra nem más, mint a Szentléleknek ama csodája és ama csodálatos történése, mozgása itt a gyülekezetben, hogy a Jézussal való találkozás élménye nem múlik el. Erre a Krisztusra mindig lehet számítani. Ehhez a Jézushoz vissza lehet jönni. De ahhoz, hogy valóban érezzük a Jézus jelenlétét a betlehemi bölcső és a golgotai kereszt között,
felnőtté kell lenni. Hitben, szeretetben és reménységben felnőtté kell válni, mert az Úr Jézus sem maradt a betlehemi jászolbölcsőben. Valaki azt mondta nekem a múltkor, drága tiszteletes, nekem az egész Szentírásból egyetlen egy történet a kedvencem, a születés történet, és számomra, ha azt mondom, hogy Isten, akkor én őt úgy képzelem magam elé, hogy a jászol bölcsőben fekszik egy bepújált gyermek, Jézuska. Ő az én Istenem. És mondom, ennyi? Csak gyermekkorod Jézuskája? És neked nincs egy felnőtt Krisztusod? Neked nincs egy csodálatos Istened, aki az élet minden körülményeibe bele tud szólni, aki a családodba is be tud lépni, a kenyeret is meg tudja sokasítani, a betegséget gyógyítja, a bánatot oszlatja, sőt, nem marad gyermek, hanem férfi lett, és csodálatos férfi megjelenéssel és fellépéssel jár a Genezáret tava hullámai felett. Miért? Hogy érezd, vele együtt neked is felnőtté kell lenni a hitben. És a gyermekkorok Jézuskájából át kell, hogy alakuljon az Isten fia életed személyes megváltójává. És el kell jutni a Golgotai keresztig, ahol az ember Vas Alberttel együtt imádkozik, de immár nem rossz helyen. És akik itt vagytok, hiszem, hogy el tudjátok mondani hálaadással, köszönöm Istenem ma ezt az alkalmat, hogy ma együtt jó helyen imádkozunk, hogy ma együtt jól szólítunk meg téged, ma együtt Jézus a te kereszted tövében nézünk felrejárt. Igen, mert megtörténhet, hogy míg az ember a gyermekkori vagy ifjúkori élményekhez ragaszkodik, elveszti igazán az evangélium üzenetét, tartalmát és a szeretetnek azt az igazi fényét, tüzét, lángját, amit a Krisztussal való együttlét és a Jézussal való együtt növekedés és hitben és szeretetben való erősödés élménye adhat csupán a keresztény ember számára. Itt vagyunk a változás és a találkozás állomása ez mindannyiunknak. Azt mondja az apostol egy másik helyen, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Mit jelent ez? Hogy amikor 6 órakor elkezdődött ez az evangelizációs gondolatsor, igen, akkor valami elkezdődött. Ma már itt vagyunk, hogy eltelt Isten kegyelméből néhány perc, és a 6 óra már múltá vált. És a maga valóságában ez azt jelenti, hogy az Istennel való újjászületés lehetősége, igen, egy olyan megélt élmény, amiről te is úgy tudsz beszélni már, hogy lett az életemben. Valósággá lett, elkezdődött ezen az Isten tiszteleten is, hiszed és érzed, hogy akiről szól a bizonyosság, ő érette, ez az érzés nem múlik el. Tanítsd, mondd el, hogy kivel találkoztál. Mondd el, hogy mit érzel át, amikor kimondod magadban ezt a nevet, hogy Jézus. Mondd el, ha éppenséggel volt már csodálatos Krisztus élményed, ne zárd magadba, hanem az élmény gazdagságával neveld a gyermeket, az unokát. Az egyik nagymama nem adta fel. És valahányszor elengedte az iskolába az unokáját, Pistikét, kérte, hogy menjen be a templomba és imádkozzon. És azt mondta, hogy Pistike, egy mi atyánkra mindig lesz időd. Pisti meg is állt a templom előtt, nyitva volt az ajtó, de nagyon szeretett volna már a suliba érni és a barátokkal találkozni, nem ment be a templomba. Beszólt, szia Jézus, én vagyok Pista, és tovább ment. Aztán egy alkalommal a foci során fölrúgták. Az ortopédiára kellett szállítsák, műtéti közbeavatkozás kellett, sürgősen megoperálták. Amikor kikerült a műtőből és az altatás után magához tért, a nagymama ott volt mellette, az ágya mellett, és mondta, hogy na Pistikém, itt vagyok, én vagyok az első látogatód. És az unoka csak ennyit mondott, nem mama, te vagy a második. Hogy? Ki volt már itt? Beengedték? Ki látogatott meg?
Nem tudom, hogy pontosan ki volt, de az ajtóban állt. Ja, most már emlékszem, ezt mondta. Szia, Pisti! Én vagyok Jézus. Igen, egy kicsi kis gondolat. Egy barátságos beköszönés, vagy éppen egy szívből fakadó őszinte fohász. Kezdődjön úgy, hogy Uram, nem bírom tovább. Vagy kezdődjön úgy, hogy csak Te vagy minden reménységem és senki más. Vagy legyen bármilyen örömért és áldásért hálaadás, nem marad a gondolat válasz nélkül. Találkozunk, és a nagyszerű dolog ebből az, hogy úgy megyünk tovább, mint akik felnőttek vagyunk, és a mi Jézusunk is felnőtt immár. Az a festő, akiről szóltam és beszéltem, élete utolsó festményét, a transfigurációt festette meg, nem tudta befejezni. Jézus alászállt tanítványaival a megdicsőülés hegyéről, a hegy aljában ott van egy édesapa az epilepsziás gyerekével, akit a tanítványok nem tudnak meggyógyítani. Az írástudók pedig megragadják az alkalmat, hogy gúnyolják, csúfolják a tanítványokat. Na, ennyit ér a református egyház. Lelkészek, diakónusok, tanítványok, nem tudják meggyógyítani az én beteg fiamat, hát hiába jöttem. És tudjátok, mi a csodálatos? Az, hogy akinek a szeretetére ma ráhangolódunk. És érzed, hogy ott ül a jobb és bal oldalodon lévő társ vagy szomszéd között még valaki. Ez a nagyszerű nagyhatalom, a szeretet forrása Jézus Krisztus úgy közelít hozzánk ma erre az alkalomra, mint ahogyan a megdicsőülés hegyéről az ott lévőkhöz, a hegy aljánál állókhoz, azzal a szándékkal, hogy mindenki meggyógyuljon. Meggyógyul a hitetlen apa, miután kimondja, hogy hiszek, Uram, csak légy segítségül az én hitetlenségemnek. Meggyógyul a gyermek, amikor kézen fogja, fölállítja, és a démonnak parancsol, hogy soha többé ne térj vissza ebbe a gyermekbe. És tudjátok, ki gyógyul meg? Aki nem is gondolta volna. A sokaság, az írástudók, a bennünket gúnyolódók is, az Isten csodájára, az életünkben végbe ment csodákra reagál a világ. Az ébredő keresztény élet magyar nemzetnek a változására, az átalakulására, a transfigurációjára reagál az emberiség. Mert még egy nyelven sem lehet olyan szépen megszólítani. Nem csak a szüleinket, de még a jó Isten sem, mint magyarul. És ez a mai találkozás, a szeretetre hangolódás, hát azzal bizonyítja, hogy mi egy húron pendülünk. Azzal bizonyítja, hogy mi egymásért imádkozunk immár mától. Mi imádkozunk a világ szélrózsa minden inárnyába szétszórt testvérünkért, az ismeretlen betegekért, mindenkiért. Miért tudunk ilyenek lenni? Mert az az Isten áld meg szeretetével, akinek a jelenlétében egyesül mind az anyai, mind az apai szeretet, és mind az, ami még ezen felül van, ami emberi szavakkal megmagyarázhatatlan vagy kifejezhetetlen. Rembrandtnak van egy csodálatos festménye a tékozló fiúról. Hazaér a szerencsétlen, mezítláb, koszosan, piszkosan, rongyos ruhában, s térdel az atya előtt. És az apa ráteszi erre a fiúra mind a két kezét. És a képen az egyik kéz egy férfi kéz, az atya keze, a másik kéznek egy női kezet fest a festő. Miért? Testvérem, hogy érezd, hogy amelyik érzelemnek a minőségére, melegségére, kedvességére, gazdagságára van szükséged, ez az Isten mindig azt adja. Annyira empatikus ez a Teremtő Úr, hogy az ő akarata nélkül, tudta nélkül még egy hajszán sem esik le a te fejedről. Hát hogy ne tudná azt, hogy mire van szükséged?
Mit sóvárog és mit kér, mit óhajt és mire vágyakozik a lelked és a szíved? Anyai vagy apai szeretet? Hozza hő, szólítsd meg. Ne mondd, hogy messze van, ne mondd, hogy elérhetetlen. Itt van egészen közel, nyilvánvalóvá lett. Tudod, mit jelent ez a görög nyelvben? Hogy Isten lerántotta a leplet az ő szent fia elől. A titok elől, hogy hogy néz ki az Isten, hogy kicsoda az Isten. Nem bízza a te fantáziádra, s az enyémre, vagy képességemre, vagy művészi alkotásunkra sem, hogy na, hogyan is tudjuk kiábrázolni, megfesteni, kifaragni. Eljön és testet ölt. Eljön és egészen közel érkezik, mennybe menetele után pedig tesz egy csodálatos ígéretet, nem hagylak árvákul. Elküldöm az én atyámnak lelkét, ama vigasztalót. És az ő ereje által lesztek az én tanúim a föld végső határáig. S ha ma éreztétek ennek az újjászülő erőnek és hatalomnak a jelenlétét, akkor ennek az ölelésében mentek tovább. Ezzel az erővel fölruházva folytatjátok az életet, és ez az erő sohasem fog elhagyni. Ez az erő sohasem fogja azt mondani, na most állj meg egy kicsit, mert fáradt vagyok, és nem bírom tovább. Mert az Isten lelke hordozó, örökké tartó, csodálatos erő. És ha ezután valahova igyekszel, és valahova nagyon fogsz sietni, mert mi mindig ilyenek vagyunk, mint a hangyák, szorgalmas magyarok, és valahova lihegve az ember vagy izzadtan megérkezik, na megjöttem, mondod majd boldogan, ragyog a szemed, mert látod őt, akit szeretsz, akihez igyekeztél nagyon, hát ne azt mondd, hogy megjöttem, hanem mondd azt, hogy Jézus elhozott. Az Isten szent lelke még elvezetett hozzád. És hogyha ő visz és ő vezet, akkor lesz további ráhangolódás. Akkor a maga valóságában lesz egy csodálatos nemzeti kórus. Lesz egy olyan nemzet ebben a világban, Európa közepén, aki nem akar más, csak istenfélő maradni, keresztény lenni, Krisztus követő lenni, és ebben a jézusi szeretetben gazdagodni. Hát nem csodálatos? Ez a Jézus nyilvánvaló lett, ez az Isten Krisztusban látható lett, ez a Jézus, én már nagyon sokszor éreztem az életemben, hogy itt van velem. Sőt, soha nem éreztem, hogy ne lett volna. És ez a Jézus sokszor, amikor nyomon követi, vagy kíséri az életemet, lépteimet, gondolataimat, nem mindig mosolyog. Hanem megtörtént már az is, hogy sírt mellettem. Hogy reagál az életedre, a szeretetet kereső magatartásodra, vagy éppen csalódott lelked világára, kifejezéseidre, kijelentéseidre, hogy reagál az Isten? Finországban 10 évvel ezelőtt még megtörtént, hogy a téli időszakban megszervezték, hogy jég tömbökből szobrokat faragtak, jégszobrász versenyt szerveztek. Japánban is átvették ezt a szokást, de sajnos a globális fölmelegedés, vagy bármi más legyen az oka, már a langyosabb, enyhébb telek miatt nem adja meg ezt a lehetőséget. A lényeg az, 10 évvel ezelőtt Finnországban 2 kötelező dolog volt, amit a szobrászoknak ki kellett faragni. Egy párduc ugrik a zsákmányra. A második, egy hatalmas szirtisas a fészkére száll. Második, a harmadik pedig egy szabad választás volt. És annak alapján, hogy az milyen lesz, ráadásul, döntött a zsűri, a bizottság, hogy ki is viszel az aranypálmát, a jutalmat, néhány ezer dollárt. A lényeg az, tudjátok ki nyerte? Egy fiatal ember, aki harmadik választott témaként
egy síró Jézust faragott. És kérdezték tőle, hogy miért éppen egy síró Jézust. És azt mondta, az Isten fia azért sír a virág felett, mert az emberiség elvesztette szeretetét, és elvesztette a hitét. Kérdezték, hogy van-e még remény a változásra? És akkor odament, megcsókolta a jégszopor Jézus arcát, letérdelt előtte, és letörölte a könnyeket. Azt mondta, ettől szárad a Krisztus könnye is. Ettől más lesz az én Uram Jézusom is. Ha úgy közelítek hozzá, hogy szeretettel és vágyakozással meg akarom csókolni, és nem úgy, mint Júdás. Sokan kérdezték tőlem az elmúlt napokban, mi lesz velünk? Mi lesz szeretteinkkel? Mi lesz a világgal? A szeretetet egyre inkább fölváltja a gyűlölet, a háborúság indulata. Nem akarom részletezni. És akkor csak ennyit mondtam a jelenlévő testvéreknek. Ne haragudjatok, csak én olvasom a Bibliát. És akkor elkezdtem nekik beszélni az Ábrahám hitéről. Hogy bár Sára kuncogott és nevetett a háta mögött, amikor azt mondta az Isten angyala, hogy mához egy évre fiat fog szölelni. És az ok és okozati összefüggésekre épülő és a biológiai szabályokra utaló asszony csak kuncogott. De Ábrahám hitt, és tulajdonított néki igazságul. És elmondtam, hogy Illés még Bérsebában azt mondta, hogy Uram, elég, nem bírom tovább, vedd el az életemet, meg akarok halni. És akkor jött egy angyal, és adott neki vizet és pogácsát. És tovább kellett menni a Hórebig. Miért nemzetem, drága testvéreim? Azért, mert nem akkor van vége, mikor te mondod, vagy én. Nem akkor van itt a vége, amikor azt mondom, hogy nem bírom tovább. Még abból az állapotból is el kell menned a Hórebig. És a nehezen is, de az Isten megújító erejével eljutunk mi még a Hórebig. Mit jelent? Hogy ami a mi Hórebünk, még vissza tudjuk szeretni. Látod? Hát ezért kell ennek a nemzetnek szeretetre hangolódni, ezért kell nekünk Jézus Krisztusban újra szeretni, mert nem azt mondtam, hogy megyünk és visszaszerezzük. Ó, nem. Én csak azt mondom, hogy visszaszeretjük. És ez ott kezdődik el, hogy nem azt fogod mondani majd az evangelizáció után, hogy olyan szépen tett bizonyságot ez a román lelkész, hanem majd úgy nézünk egymásra, Felvidékire, Újvidékire, Erdélyre, Királyhágó mellékire, mint aki a véred, mint aki a te édes testvéred. És egy ugyanazon szeretetre hangolódik veled. És a Láncos templomban az én gyülekezetem minden vasárnap imádkozik érted. A nemzetért és előjáróiért, hogy ne a mi elképzelésünk szerint alakuljon a sorsunk, a holnapunk, hanem te adj bölcsességet, Istenem, kérem és kérjük, te vigyázd és óvd, te gyógyítsd és vigasztald, te adj reményt és hitet és szereteteddel te változtasd meg. És újjászül ez a csodálatos Isten, és a maga valóságában úgy jön közénk, most is, mint aki hoz valami újat. A görögben két szó fejezi ki a megújulást. Az egyik a neosz, a másik a kainosz. A neosz azt jelenti, hogy valami kiújul. Ma, amikor ezt a szót használjuk, hogy kiújult, az már nem jó. De a kainosz, az magyarul azt jelenti, hogy valami egészen új. Valami nagyszerű, valami szép, amire te is rá tudsz csodálkozni, ami eddig nem volt.
És ez az a kép, amit ma formál az arcodon, a lelkedben, a szívedben a Jézus közelsége. A Krisztussal való találkozás élménye hozza ezt a változást. És milyen nagyszerű érzés, amikor ezzel a változással majd változik a világ. Kicsi kis egyszerű asszony sovány volt, mégis béke Nobel-díjig jutott, derézanya Indiában. Azzal vonta, képzeljétek el magára a figyelmet, hogy leprások között gyógyított. Krisztus követő asszony. És azt mondták a lepratelep körül lévő katonák, akik nagyon vigyáztak arra, hogy valaki ki ne szökjön onnan, mert ez a betegség még ragályos, és a fertő terjedhet az országban el. A telepet őrző muzulmán katonák jelentették főnököknek, hogy ez az asszony valami nagyon rosszat csinál, mert ott a betegek már mind imádkoznak a Jézus nevében, és ez veszélyezteti a mi népünk biztonságát és a vallásunkat is, ez nem lesz nekünk jó, ki kell ezt végezni. És a parancsnok elment, hogy lássa, mit csinál ez a szegény kis asszony, és amikor látta, hogy hogyan simogatja a betegeket, hogyan cseréli a kötésüket, hogyan gyógyítgatja, vigasztalja, gyámolítja és erősíti őket, akkor csak ennyit mondott. Egy feltétellel teljesítem a kéréseteket. Saját kezemmel fogom kivégezni. De csak akkor, ha az anyátok vagy a feleségetek jön helyette gondozni ezeket a tisztátalanokat. És tudjuk, hogy a lepra mit jelent keleten, és abban a hitvilágban senki nem vállalkozott. És azonnan meggyógyultak, indították el Indiában később a Krisztusban való hitet, a Jézus szeretetére való hangolódást a pogányok között. Drága testvérek, mi is most Krisztusra hangolódva lassan, csendesen megköszönjük a Jóistennek a mai estét, és azzal a szent elhatározással megyünk tovább, hogy megköszönjük a változást, amit a mi életünkben ma személyesen hozott a nyilvánvaló Jézusi szeretettel, aki azért jött el ebbe a világba, hogy kiengesztelje az Istent, hogy lemossa a szennyet a szívünkről, a lelkünkről, hogy adjon még egy esélyt jónak lenni. Barabás ezt élte át, amikor őt engedték el Jézus helyett azon a napon, amikor Krisztust vitték az ítélő tanács elé. Oly hosszú út vezet a Golgotára. Én végigjártam, két lázas szemem odatapadt vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szegem. És nem tudtam többé levenni róla a szemem. A szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér. Múlott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gigászi nagyra nőttek az érzelmek, és csak ennyit tudtam kiáltani helyettem, én helyettem, én helyettem. Azért, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. És mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, és ölbe vettem egy síró gyermeket, saját magát. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt. És akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt, az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendesen, amint ő haladt. Aki helyettem roskadt le a porba, Golgota útján a kereszt alatt. Helyettem, én helyettem. Ez a szó zengi át az életem. Napfény gyanánt ezt tündököl felettem, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az? Ki zörget? Kérdezik majd. Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett. És kitárják akkor újongó örömmel a gyöngykaput,
fehér angyalkezek. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy immár nem csak azt látjuk magunkban, amit hoztunk, sőt, bármennyire is keressük remegő kézzel, abból már semmit nem láthatunk. Köszönjük, hogy a Szentlélek és az ige ereje által csak téged látunk, Jézus. Csak téged. Köszönjük, hogy a te jelenlétedből olyan drága ajándékokat kaptunk, amire nem is számítottunk. De hát ez az a végtelen atyai szeretet, amely nyilvánvalóvá lett a fiúban, amit megpróbáltak sokan megfesteni, vagy ritmusos gondolatokba ölteni, de a legszebben mégis János mondja el. Aki Patmosz szigeti üldöztetése, száműzése ellenére sem változott, és akkor sem, amikor forró olajba dobták, hogy kivégezzék. Meggyógyult, és Efézusba visszajutott, és 91 néhány évesen Efézus püspökeként utolsó gondolataival is így bátorított. Fiacskáim, szeressétek egymást! Köszönöm, édes Istenem, hogy ma ezekkel a szavakkal fordulhatok, drága testvérek, egy gyülekezet felé, és köszönöm, hogy mondhatom, fiacskáim, testvéreim, szeressétek egymást. És köszönjük Istenünk, hogy valami nagyszerű új dolog van kialakulóban, hogy míg mi itt imádkozunk, addig a Szentlélek ereje által sok-sok testvérrel forr össze a szívünk és a lelkünk, és itt vannak velünk ők is szent trónusod előtt, akik nem tudtak eljönni, akiket visszatart a betegség, a kórházi ágy. A tegnapi nagy meleg miatt nagyon sok családban volt próba, fájdalom, megpróbáltatás. De hisszük azt, hogy a te közbe avatkozó kegyelmed, akaratod hoz felépülés, gyógyulást. Imádkozunk azokért, akik itt ma testvérek az övéikért sóhajok között gondolnak, és valahogy próbálják összegyűjteni szívükben, lelkük mélyén a reményt, hogy az enyémnek is. Istenem, akit nekem adtál, számára is van gyógyulás. Adj, Jézus Krisztus, áldott orvos, te tégy csodát, tedd oda a kezedet, ahol fáj, és mi akkor látjuk majd a csodát. Mert itt a földi orvosok, ahogyan egy drága istenfélő orvos mondta, mi csak kezelünk, de a gyógyulást maga az Úr Jézus végzi el, hiszük a csodát. Családomban is egy fiatal asszonyért imádkozunk, akit holnap műtenek Nyíregyházán. Istenem, te oszlasd el a félelmet, te mutasd meg, hogy milyen nagyszerű azoknak sorsa, jelene és jövendője, akik az Úrban bíznak, mert soha nem csalatkoznak. És így imádkozunk azon testvérekért, akiknek a szeretet regenerálódásával a szívükben, és a Jézusi szeretete való ráhangolódással a lelkükben. Ott van valahol mereng egy kedves arc, s már csak az emlék jár vissza, a szó, a vallomás, hogy valaki hogyan szerette őt. Add, Uram, a reményt, hogy az élet minden próbája, borzalma, nehézsége után, mint Jánosnak is van, örök mennyei boldog együttlét, és ez vár reánk. Mert ez az a legszebb ajándék, és ott lesz teljes igazán az Isten szeretete, a Jézusé, amit már nem zavar meg semmi. És ott lesz az áldott beteljesedés. Addig add, hogy ennek a szeretetnek fénye lámpásként ragyogjon előttünk, vigyázza lépteinket, hogy a te utadon járjunk. Vigyázza szavainkat, hogy tiszták legyenek, hogy rólad beszéljenek. És vigyázza az ölelésünket naponta legalább 20 másodpercig, amiben az egyszerre dobbanó szívek rejád nézve ki tudják mondani, és egymásra nézve, áldott légy Istenem, és köszönik egymást.
S mi, akik még találkozunk, testvéri szeretettel boldogan, hiszem, azért teszed majd, hogy ez a szent név a legdrága, a legtisztább a Jézusé. Éljen a szívünkben elevenen, és az ebből a népből fakadó erő adja számunkra, népünknek, családjainknak, gyülekezeteinknek a megtartatást, a megmaradást, a hitet, a szeretetet és a reményt. Ó, hallgass meg alázatos könyörgésünket, és nevedre térjen dicsőség, dicséret minden időben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek utána a mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, édesatyánknak szeretete és a Szentlélek megtartó ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük a kettes számú énekünket. Hozzád jövünk, Uram. Olvasom az utolsó sort. Ne szóljon igét hiába. Ne szóljon igét hiába.
Szeretett testvéreim, Isten szeretetre hangol bennünket akkor is, amikor esik az eső, ahogyan esett mai nap, majdnem egészen az utolsó pillanatig, és akkor megérthetjük azt, hogy az eső megöntözi a földet, és így Isten magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, amikor eljön annak az ideje. Szeretetre hangol bennünket ő akkor, amikor kisüt a nap, és egy ilyen szép délutánon lehetünk együtt, és szeretetre hangol bennünket akkor, amikor megengedi azt, hogy itt legyünk, amikor megőriz az úton, és együtt dicsőíthetjük és magasztalhatjuk őt. Szeretetre hangol bennünket akkor, amikor hazatérve majd meglátszik az igének a hatása a mi életünkön, az arcunkon. Én ezt köszönöm meg a mai napban a mi Urunk Istenünknek, és hiszem, hogy nem csak az én köszönetmondásom ez. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy holnap ugyanebben az időben találkozunk, ha Isten éltet bennünket. Lehet, hogy célszerű a napszemüvegeket elővenni, vagy éppen sapkát, vagy kalapot a hölgyeknek. Minden engedélyezve van, mert nagyon kevesen látták a szolgálattevőt, de azért valamiféle alázatra is nevel ez a nagy napsütés bennünket, mert mindenki lehajtott fővel, és egy picit úgy elgondolkozva ült itt szembe. Itt a szerencsések elől már árnyékban vannak, de holnap még jobb idő lesz reménység szerint, úgyhogy nyugodtan tessenek élni ezekkel az eszközökkel. Adakozásra elkészített alkalom ez a mai. A tegnapi persei pénzünk az 120 pár ezer forint volt, amit a helyi gyülekezetekre bíztunk, a tegnap elmondottaknak megfelelően, Vámos Orosziban. Kis kosárkákban lehet elhelyezni a persei adományokat. A mai persei adomány az itt marad a nagyari gyülekezetnek a támogatására. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy hát reménység szerint majd az evangelizációs alkalmak folytatódni fognak, hiszen ősszel is tervezünk ilyen alkalmakat. Isten tiszteletünk végén a 398-as dicséretünket énekeljük el mind az öt versével. A 398-as dicséretünk így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Ehelyen köszönöm meg a nagyari gyülekezetnek és a Lubi kastély tulajdonosának, személyzetének azt, hogy befogadott bennünket. Tegnap is szép helyen voltunk, de úgy gondolom, hogy ma is szép helyen vagyunk, és holnap is gyönyörű szép helyen leszünk itt Szatmárban. Isten iránti hálával köszönöm meg Korda Zoltán testvérünk közöttünk végzett szolgálatát végezetül. 398-as dicséret, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.
is nyugodtan jöjjön el mindenki, mert még tudunk bővülni a székeket illetően. Ma én Béla tiszteletesnek mondtam, hogy ne hozza a padokat, itt a rossz időre való tekintettel. Tehát az én hibám, hogy éppen csak az az egy hely maradt üresen, meg hogy a helybeliek álltak, de dicséret illeti őket is. Úgyhogy még egy 100 széket, illetve 100 férőhelyet tudunk bővülni. Nyugodtan tessenek másokat is toborozni. Áldás, békességet, jó utat kívánunk Isten áldásával mindenkinek.